Aki nem tudja, hogy a Krisztián 2 évig nyúzta mellettem a navigátor ülést, úgyhogy most visszanyal a fagyi. Navigátora elment egy kicsit üdülni, és én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy a bosszúállás most megtörténik. Nem nagyon kell sajnos ütni, vágni, mert ő megoldja ezt magától. Most bebizonyosodott a mai napon, hogy amit eddig a bocsánat a jobb oldalról ugatott, azt meg is tudja csinálni. Hát ilyenkor jössz rá arra, hogy azért mennyi minden volt még abban a kis Suzuki-ban. Kaland az minden kanyarban van, vagy legalábbis úgy érzem, de Krisztián egyébként egész jól kimozogja őket. A legnagyobb kalandunk az pont a testvére, aki ugye beesett előttünk, ezért belassítottak nagyon minket a sportbírók, így hát számításaink szerint egy ilyen közel 10 másodpercet veszítettünk, ami a kategóriában nem jelent problémát, de az abszolútnál, hát most kicsit viccesen hangzik, hogy egy 1-3-assal az abszolútért küzdünk, de úgy tűnt, hogy tudunk erőtöst is verni. Ez most egy picit fájdalmasan éri minket, mert valószínű, hogy időjóváírást emiatt nem tudunk kapni. Ennek ellenére jól érezzük magunkat, hogy nagyobb kalandunk nem volt. Nagyjából egy időket mentünk, szerintem kiautóztuk, amit lehetett. Hát itt most egy utolsóban egy kitérőt kicsit közel ment, azt átugrattunk rajta, de semmi extra, csak a futómú mente, úgyhogy itt a utolsó kilométert lassan jöttünk, mert ugye nem nagy tétje. Most tök mindegy, most abszolút 10-re teszünk, hogy 13-a kategória bőve megvan. Én jól éreztem magam nagyon teljesen, hogy örülök a hétvégének. Jó az Ágival menni, ő vele is, úgyhogy örülök neki, tényleg. Ki kell próbálni mindent.